Zeng tehát, zeng édes lantom, zeng ki, ami benned van. Szólj vadúj, és szól szelíden, ragyogóan és sötéten, szomorúan és vigan. Légy vihar, mely haragában ősi tölgyeket szakít, légy szellő, mely mosolyogva csendes álomba ringatja a mezők fűszálait. Légy tükör, melyből reám néz egész, egész életem, melynek legszebb két virága a mulandó ifjúság és a múlhatatlan szerelem. Írta Petőfi 1848 utolsó versében, és mi január 1-től december 31-ig napról napra nyomon követjük, hogy mely hónapban, mely héten, vagy ha tudjuk mely napon, milyen költeményeket szerzett. Megvallom, hogy én az iskolában restanuló voltam, szörnyű rest. Légy tanítom, jó leányka, tőled, majd tanulok édes örömest. S okvetlen tőled kell tanulnom, amit mostan tudni akarok, nem tanulják azt az iskolában, nem tudják azt a professzorok. Nos, lányka, lésze hát tanítóm, kell-e tőlem a professzorság? Azt szeretném én csak megtanulni, mit tesz az a szó, hogy boldogság. Nem kerül ám sok fáradtságodba, ne gondolj, csak egy kis percig vársz, szólnod sem kell, minek? Egy tekintet, mindent, oly szépen megmagyaráz. Szalkszentmárton 1845. augusztus 22-e és szeptember 8-a között. Ez az időszak a Berta szerelem időszaka, a szerelem gyöngyei ciklus időszaka. Ekkor, amikor Petőfi írja ezt a Megvallom, hogy című versét, még legalább 23 vers hiányzik az általa kitervelt ciklusból, ezért aztán hát a meglevő darabok tisztázását Kardos István nevű barátjára hagyja, ő meg lóhalálában próbál. Sokszor ihlet nélkül, ezért mondom, hogy Petőfi leggyengébb versei a Berta szerelem, a szerelem gyöngyei ciklusban foglalt versei, mert lehet érezni, hogy nincs mögötte személyes élmény, személyes tapasztalat. Hát ki kellett kerekíteni a ciklust, mint hát azelőtt nem sokkal, jó fél évvel az Etelka szerelem, a Cipruslombok Etelke sírjáról ciklus néhány darabját is így írta. 1845. augusztus 21-én még részt vesz barátjának, Czakó Zsigmondnak a Végrendelet című drámájának pesti bemutatóján. Igen, annak a Czakónak, akinek a sírjára majd írja néhány hónappal versét, öngyilkos lesz ez a barátja, szomorú sors, fájdalmas, tragikus eset. Aztán fogja magát és elutazik szüleihez Szalkszentmártonba, és ott próbálja befejezni ezt a ciklus, és ennek a ciklusnak az árnyékában egyik, hát valóban tanévkezdő vers, ha rossz tanévet akarunk kívánni a gyermekeinknek, unokáinknak, megvallom, hogy én az iskolában rest tanuló voltam, szörnyű rest. Volt, amikor szeretett iskolába járni, mondjuk Sárszentlőrincen, talán még Aszódon is a három év alatt a kezdetén, de aztán a sok nyűg, a sok fegyelmezés, az apai bántalmak, amelyek éppen itt érték, mert hát ő a színészek előadására is szeretett volna elmenni, ha nem is megutáltál, de nem szeretem helyét tették az iskolát. Így volt ez Selmecbányán,
így volt ez a pesti iskolákban is. Talán Pápán kap újra erőt Petőfi ahhoz, hogy odafigyeljen, most már hát 17-18 évesen komolyabb ember is. Megvallom, hogy én az iskolában rest tanuló voltam, szörnyű rest, és minden átmenet nélkül jön a felszólítás. Légy, tanítom, jó leányka, tőled majd tanulok, édes örömes, hát kitalálhatjuk, hogy mit akar tőle tanulni, simogatást és csókokat. Viszont a vers kétségkívül ez a négyszer négy strófás vers, a harmadik strófa végére azért egy bizonyos értelemben elmélyül. Azt szeretném én csak megtanulni, mit tesz az a szó, hogy boldogság? Hát nagy kérdés. A magyar költészetben például a himnusz szerzője így felel, holdvilág csak boldogságunk. Ez a Vanitatum Vanitasból való sora. Vagy mi az, mi embert boldoggá tehetne, kincs, hír, gyönyör, legyen bár, mint özön, a telhetetlen elmerülhet benne, mégse fogja tudni, hogy van szívöröm. Ez már Petőfi mentorának szava a Merengőhöz című verséből. És Petőfi alig több, mint két éven belül leírja, hogy tulajdonképpen mi a boldogság, hisz minden ember azt másban leli, vagy senki sem találta még meg, vagy amit mi boldogságnak nevezünk, a millióm érdek. Igen, a Világosságot című vers 1847 tavaszáról nagyon élesen, mondhatni nagyon kegyetlenül megfogalmazza, hogy boldogságnak az emberek azt nevezik, hogy az érdekeiket ki tudják elégíteni, hogy a vágyaikat be tudják tölteni. Lehet, hogy ez köszönő viszonyban nincs a boldogsággal? Ez a vers is ezt a sort ugrasztja elénk. Azt szeretném én csak megtanulni, mit tesz az a szó, hogy boldogság? Hát ezt mindannyiunknak keresnünk kell, és meg is kell tanulnunk a gyakorlatban is, hogy boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják majd a földet. Ez a három első boldog mondás szöges ellentétben áll a mi boldogság felfogásunkkal. Ez a hegyi beszéd kezdete, minden boldogságról szóló költői megnyilatkozások közül a legelső. Petőfinek a Megvallom, hogy című kisverse is ehhez vezet el bennünket.